Izgalmas élmények és igazi bátorságpróba várta azokat, akik ellátogattak a Petőfi Művelődési Házban rendezett rovar és madárpók kiállításra. Az érdekes szerzeményeket ugyanis meg lehetett simogatni, de aki még ennél is bátrabb volt, a kezébe vagy éppen a fejére vehetett egy pókot. Németh József budapesti gyűjtő gyermekkora óta gyűjti a pókokat. Terráriumaiban több száz különböző fajtájú madárpók és más rovarok, leginkább csótányok, skorpiók és bocsáskák találhatók. De mitől lesz valaki megszállott pók és rovargyűjtő? Egy pókot kaptam talán Hetzből vagy Tréfából ajándékba. És úgy meg is maradt nekem ez. Megbarátkoztam vele, jött a következő, és itt jött, amikor szokták érezni, mindig mondom, ez egy folyamatosan bővülő kiállítás. Ha látok, veszem, gyűjtöm, mindenképpen, hogy több legyen belőle. Aztán jöttek a bocsáskák. Aztán szintén egy gyűjtés, ezek preparált vitrines rovarok, hatalmas, egzotikus bogarak. És ha igazából ezek a legértékesebbek, legnehezebben, legdrágábban beszerezhetőek. Az országos kiállítást a Civil Piknik és Szerenádozó utcabál elnevezésű programmal egy időben lehetett látogatni. A legnagyobb érteklődés természetesen a pókokra volt. Ha megkérdezik, mekkorák a pókok, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy leveses tányér nagyságúak. Vannak itt érdekes bocsáskák. Ott élőben is ki vannak téve egyébként, nappal nyugodtak, éjszaka nem hagynám itt egyébként, mert akkor minden fele elmenedik, mint ahogy a filmben éjszaka a múzeumban. Minden életre kell jobban. A misztika nagyobb, mint a veszélye. Kellemetlen a harapása, fájdalmas a harapása, de viszont nem halálos, nem hogy mérge, egyáltalán nem halálos. Milyen előkészület kell ahhoz, hogy egy ilyen pókot megfogjunk, kivegyünk és a kezünkbe tartsunk? Mindegynek a karakterit ismerem. Na most nagyon sok van olyan, ami nem támad, viszont nem marad kézben, nincs olyan nyugodt, mint ez nagyon szelid egyed. Majd most mindjárt meg is fogja látni, ahova teszem, ott marad. És most ön honnan biztos abban, hogy nem fogja megmarni? Látom egyébként a mozdulatairól. Nagyon jó az információfilmünk. A póknál, illetve a madárpóknál van egy olyan, ami figyelmeztet. Első lábát felemeli, és már is mondja, hogy ne, mutatja, hogy most már hagyja kicsit békén. Na most, ha tovább piszkálom, akkor jön a többi dolog. Na most némelyiknek itt lehet látni, hogy a potrohánál csupasz, azaz nincs rajta szőr. Az szintén egy védekező eszköz náluk. Ha erősen dörzsöli a két hátsó lábbal, akkor ilyen kitting felhő van. Amire rámegy, új hajlat, szem, nyílás, egyéb irritáló érzést okoz, az szerintem nagyon-nagyon viszkető, olyan, mint a üveggyapad. Tessék nézni egy picit, egy simogatás, itt a hátsó láb minden veszély nélkül. Gyere, Noémi, te bátor. Olyan, mint a plusz egyébként, nyugodtan. Elől van a csáprágó, nem csinál semmit. Hátala fel még lugni se tud. És tényleg olyan, mint a plusz. Milyen érzés? Puha. Bizony, olyan, mint a plusz. Mennyire nehéz fenntartani ezeket igazából az állatokat? Nem. Kezdjük úgy, hogy mit teszik. Mindent, ami mozog. Szó szerint egyébként én azt hiszem, a világon az egyik legjobb vadász. Eredetileg én szoktam sáskákkal, illetve csótányokkal etetni. Direkt létezik ellenség állat. Megrendelem, és akkor nekem hetente egyszer van etetés, vasárnap általában mindig. Hát igen. Nem kell minden nap. Nem. Az a fontos, hogy jó szellős legyen, párás legyen, víz legyen előttük, ez a leglényegesebb. Trópusi állatok jó páró legyen. A több száz állatból álló kiállítás a pókokon kívül különleges és nem minden esetben könnyen észrevehető példányokat is bemutatott. Gyerekek, meg tudjátok számolni, hogy hány bocsáska van itt ezen az ágon? Három van? Igen, három van. Na, a bocsáskának mi a lényege? Mitől tud így belebújni a környezetébe? Ez az álca. Nem tudom, hogy alakult ki egyébként, de nagyon jól kialakult. Most éppen nincs a mozgás, de a mozgás is az álca része. Ezek úgy mozognak, hogy ide-oda egy himbálózik, szó szerint, mintha a gajat fújná szél. Még mondom, ez is az álca része. És ezek nagyon szelidek, ezek nem harapnak, nem csípnek, nem csinálnak semmit. Oda teszem a kezemet, és már is biztonságban érzi magát, már mászik is át.
Ennyi. És ez nem tud ugrani, csak nem, mászik, nem, és így rákcsálgatja a leveleket, és el van. Hát a leveleket. A lexikon szerint a rózsafélék, ez éppen vadszeder, amit eszik. Más nem esznek meg. Ennek annyi hátránya, hogy nagyon szúr, amikor kezelem egyébként. Gyerekeket simi a hátát. Ez még annyit se csinálhat, mint a pók. Nyugodtan. Nem, semmi. Ez megint az álca része. Mire hasonlít? Skorpióra. Bravo, pontosan, mint a skorpió. Látta, mit csinált? Aha. Meg akar szúrni. De nem tud, de nincs egy semmilyen is. És miért kell álcáznia magát? Ki, melyik állat az, amelyik megenni? Sok-sok állat megeszi egyébként. Úgy a madarak, hogy nem. És mondom, ennek nincs más fegyvere, csak az álca. És azért inkább éjszakai állatok, mert akkor nem kell annyira álcázni magát. Igazából nem fáj, csak azért, amikor nem szoktam kézbenni, mert nem tudja megkülönböztetni, most marni akar-e, vagy csak szegénykém kapaszkodik egyébként. De nem, mondom, ezek abszolút szelidek növényevők, nem harapnak, nem csipnek. Most így kell csinálnom türelmesen, amikor ő fixen érzi magát, átmászik. Ez a nőstény is, ő a hív. És miért van ez a színkülönbség? Ezt igazából nem tudom, de jellemző ez az összes rovarra. Hogy a nőstény háromszor, némelyik, sőt ötször akkora, mint a hím. Na most itt innen indulnak ez a néhány darab, az az indiai. Azok a legvadabbak, leggyorsabbak, amiket én tartok egyébként. Némileg a mérge is erősebb. Viszont mondom némileg. Ugyanez a lényeg a dolognak, hogy fájdalmas, kellemetlen. Tudni kell azt, hogy nagyon sok a fehérje, akár 40 féle fehérje van a méregben. A marás az bénító egyszer, illetve a szöveteket, izmokat, belső részt feloldja, és a póknak szívó gyomra van. Azért tud nagyobb dolgot megenni, például akár egy egeret, valami rákcsálót, mert amikor cseppfolyós lesz a szívó gyomorra, csak kiszívja. És akkor onnan jönnek a kedvenc fajok egyébként. Na most érdekes, a 19-18. században egy kutató talált egyet, elnevezte, és ugyanazt a fajtát elképzelhető, hogy megtalálta egy másik kutató, és lexikon szerint van, amiknek két neve is van. Na most én a neveket, meg ezeket a latin neveket, én nem tudom fejbe tartani, sőt, messzebb megyek. Nem is akarom. Ez a kedvenc fajom nekem némileg szelidebb is, mint a többi. Habár van egy több is, ami szelid, mondom, csak nem maradt kézben. Na most az igazi póktartók nem szeretik ezt a kivételt meg egyéb. De milyen kiállítás? Mitől legyen interaktív? Bravo, pontos. Hát, ha nem érhetek hozzá, nem simogathatom meg, nem nézhetem. Azért megy folyamatosan a televízió is. Onnan vannak a sok-sok információ. Mert úgyis van eredetileg mindent megtudsz, amit akarsz a pókokról. Miért van az, hogy valamelyik akvárium tele van szőve pókhálóval, valamelyik meg nem? Ránézésre pedig, hát hasonló ugye az a két pók, az egyik sző, a másik nem. Miért van ez? A javarészt ezért talajlakók ezek a pókok. De vannak, amelyik fán él. Nem hálóval vadásznak, direktbe vadásznak ezek, viszont a háló az kell a komfort miatt. És ezen a felén vannak már az érdekesebbek, illetve jönnek akkor a sáskák, bocsáskák, onnan jönnek a csótányok. Ami hihetetlen módon nagyon népszerűek egyébként, mint terrárium rovarok, illetve bogarak. De a csótányokat nagyon eszik a pókok, vagy a többi, nem? Ez egy más típus, ez egy kisebb típus, szaporább, elég nehéz szaporítani egyébként ezeket, sokáig kell a fejlődése meg egyéb. A legnépszerűbb van az a bükkös, az a madagaszkári bükkös csótány, az akár 8 centire is megnől, és van az a úgynevezett halálfejű. Ha megnézi, akkor tényleg mint egy koponya lenne a fején kialakulva. És azért lett halálfejes csontány.